Jótékonysági árverést tartottak az egyik legismertebb brit személyiség emléktárgyaiból. A híresség nem élő személy, mégis 50 év óta hódítóan fiatal. Hűségesen szolgálja a királynőt és védelmezi hazáját, miközben rendszeresen a világot is megmenti. Az illető természetesen nem más, mint James Bond. A brit titkos ügynököt eddig 23 filmben 6 különböző színész formálta meg, így a rajongóknak bőven volt, miből válogatniuk a különleges londoni árverésen. A 007-es ügynök nem kifejezetten a karitatív érzékéről ismert. A hozzá kapcsolódó tárgyak most mégis az ENSZ gyermekjóléti alapját gazdagították. Az első árverési tárgyat az a színész mutatta be, aki 1973-ban játszotta először James Bond szerepét. Kérem, bocsássanak meg, hogy csak segítséggel tudok önök elé állni. Már nem vagyok olyan fiatal, mint egykor. Mondta Roger Moore, aki a legújabb Bond film, a Skyfall nyitódalának kottáját bocsájtotta árverésre. A dalt a népszerű fiatal brit énekesnő Adele énekli. A száma bemutatót követően azonnal a sikerlista első helyére került, pedig a film bemutatója csak 2 hét múlva lesz Londonban. A következő árverési tárgy a James Bondot 2006 óta játszó színész Daniel Craig csodaautója volt. A 2008-as Aston Martin kupé kereken 4,5 millió fontért, vagyis több mint 85 millió forintért került kalapács alá. A sportautó a legutolsó, a Quantum csendje című filmben szerepelt. Az árverésen elkelt többek között a legújabb Bond film hősnőjének, Bernice Marholnak a fülbevalója, és a 007-es titkos ügynök megalkotójának, Ian Flemingnek a teljes életműsorozata is. A filmsorozatot készítő stúdió a teljes 369 000 fontos bevételt az ENSZ gyermekjóléti alapja javára ajánlotta fel.